szólok a csókáknak, hogy jöjjenek köréje. Én a denevér asszonyok férje, a sötét betükrében, a világos tekintet széke, a ézet kérdem szépen. Ez még világos péntek, de jön egy sötét szombat, mint ön a fehér. Mivel hogy a második lemezen elhangzik egy olyan dal, aminek címe Gyöngy és Vér, és úgy gondoltunk, hogy abból készítenénk egy olyan videoklipet, amit nem is arra szánnánk, hogy zenecsatornák lejátszanak, hanem így interneten rá lehessen találni és lehessen kommentelni, vagy hogy valami újjal álljunk elő. Egy villány egyban lehet rég a bosszúsága, de ne kergessen halálba, biztos a szellemek jósága. És arról szól, hogy egyszer 2006-ban volt szilveszterben, hogy nagyon sokat ittam, így visszajöttem Erdélyből, és nagyon boldog voltam, és nekiálltunk piálgatni szilveszter alkalmával, és amikor már így meguntuk, akkor fölmentem a szobámba lefeküdni, és egy cigarettával feküdtem be az ágyba, és megült a paplan rá egy néhány percre, hogy bealudtam, és arra ébredtem, hogy így nagyon lángult a paplan. És akkor így, hát így erről szól. Az ördög is ott lakozik egy pici sarokba, pár lakható négyzet, de ott csak ölelés érett, de csak az ét meg, akinek megem. Engedett, hogy értsen, tűzben ébredtem. Annyi van, hogy van egy mellékprodukció, bukarest.hu, azokkal ilyen nagyon régi dalokat dolgozunk föl, ilyen nagyon amerikai stílusban, ilyen akár diszkoritmusra, akár hip-hop, akár R&B, de nagyon jó ízűre és ilyen sterilre, meg olyan underground hangzás világra, mondhatom így. De iszom eleget, lásd, az is megmutat pár dolgot. Lángolt a paplan, egy cigi okozta tűz. Torkomon pár fog, testemon fehér ágy nem ő. Én a denevér asszonyok férje, a sötét betükré. Ilyen dark az egész. Ahhoz képest, hogy ilyen dáridós, punk keverékű dalaink is vannak, vagy ilyen latinos, világú, meg jazz-popos, egy ilyen szám elég durván. Ez is a cél a második lemeznek, hogy kérlek, így szeress.